Pünkös vasárnap délelőttjén a Proházka templomban gyűltek össze a katolikus hívek. A Szentlélek kiáradásának története szerint, miután a Szentlélek eltöltötte az apostolokat, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatta meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Pünkös vasárnapján történik a bérmálás, az a szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára. Spányi Antal a bérmálkozókhoz is szólt, amikor azt mondta, életükhöz tartozzon hozzá az imádság, a szentségek és a vasárnap megszentelése. Legyetek bátor tanúságtevők, akik nem a világhoz akarnak igazodni, nem a világhoz szabják magukat, nem a tömeggel sodródnak, ki tudja merre felé valószínű szakadékon, hanem ti tudjátok. Egy keskeny út vezet az életre, az út Jézus nyomában keletkezik, nekünk Jézust kell követni. Életeteknek, cselekedeteiteknek, szavaitoknak, mind-mind ebből a felfogásból, ebből a hitből, ebből az erkölcsből kell fogadnia. A megyés püspök hozzátette, ez még nem elég, mert az is fontos, hogy a hívek hitükről bátran tanúságot tegyenek.